Sziasztok! Itt újra vidéki srác. Egy újabb teszt videóval érkeztem. Az előző hasonlóképpen joghurtos, csak nem akármilyen, hanem epres joghurtos ízű szénsavas üdítő itallal érkeztem, vagyis az előzőnek a folytatás, ez a Lotte milkész, csak ugye az epres joghurtos. Hát nincs nagyon sok változás benne, annyi, hogy itt van egy eper, meg kicsit olyan pirosas, rózsaszínes a doboz, szintén 250 ml-es, igazából ennyi, meg plusz jól látom, van C-vitamin is benne, ugye a, az epernek köszönhetően. Igazából ennyi, amit el tudtam róla mondani. Igazából itt az íz dönt, hogy milyen. Az előzőt ugye, az előzőt ugye ötöse értékeltem, egy középkategória, mivel újdonság egy elég komoly lépést tettek ez, ez irányba. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez eléri-e azt a szintet, vagy hát magasabbra lép talán, de mindjárt elválik. Kóstoljuk is meg, szagoljunk bele, milyen jó illata lehet. Hmm, valóban nepres joghurtos az illata. Nekem azért fura ez az egész dolog, az előző videóban nem fejtettem ki, nekem azért fura ez az egész dolog, mert ugye egy joghurt, ízű, szénsavas ital, és nekem nem fér úgy össze a kettő. Hát szerintem lássuk hozzá. Egyébként az illata nekem nagyon hasonlít, biztos ettetek már, aki evett. Ez a nap mint puding. Na, ahhoz hasonlítható az illata. Vajon de az íze az mihez hasonlítható? Nem is öntök olyan sokat. Már csak azért se, nem tudom, hogy milyen ízű lesz. Aztán nem akarom a többit kinyönteni, hanem megkóstoltatni mással is. Na, szóval visszatérve, amint láthatjuk, ilyen, hát hogy is mondjam, mint az Apple eperhab, olyan színe van maga az egész üdítőnek, és hát habos. Nem csak azért, mert szénsavas, hanem kicsit úgy. Az állaga is olyan haboskás, ha mondhatnám így, egészségetekre. Na, ezért mondtam, hogy érdekes. Mondom, az előző videóban nem fejtettem ki, de most már kifejtem. Ezért érdekes, hogy ilyen joghurt ízű szénsavas üdítő Mert ugye, amikor eszed a joghurtot, olyan, mintha innál rá egy kis szódavizet, vagy ásványvizet, vagy tök mindegy. Olyan érzés kelt, hogy ugye utána rögtön iszol valami szódást, dolgot, vagy közbe. Hát elég érdekes. Ezt meg kell, hogy hagyjam. Viszont ez nekem most jobban ízlik mint az előző, a sima. Hát ugye a simánál azért minden finomabb, ez természetes, már amelyiknél. Úgyhogy egy pontot adok hozzá, vagyis 10 per 6-ra értékelem maga ezt az itókát. Doboszt ugyanannyira értékel, mint az előző. Nincs nagyon semmi változás benne, annyi, hogy az eper rajta van, meg ö, ilyen pirosas, rózsaszínes ányalatot kapott itt maga a csillagnál, itt körbe, úgyhogy ennyi, nagy, ennyi a változás, nem olyan extra nagy. Én ennyi lettem volna, mint vidéki srác, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogy megnéztétek a videóm, ha tetszett, ne felejtse el lájkolni, illetve feliratkozni, hiszen fogok még ennek, még a harmadik tagjával egy tesztvideót videót csinálni, még az idén, ez természetes, még az idén befejezem ennek a kategóriának a Befejező változatát, amit nem mondhatom meg, hogy milyen ízesítésű. Ha esetleg érdekel, vagy, vagy hogy is mondjam, van tippetek rá, akkor írjátok le kommentbe, hogy vajon milyen ízesítés lehet a harmadik típus. Ugye volt a sima, most az Epres, és a harmadik egy nagy kérdőjel. Nos, én ennyi lettem volna, mint vidéki srác. Elérhetőségem leírásba, Facebook, Instagram, TikTok, mind a három oldalon fönn vagyok. Én vidéki srác voltam, köszönöm a figyelmet, sziasztok!